Nagy szeretettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Bevallom őszintén, egy nagy tartozásomat próbálom kiegyenlíteni, hiszen világbajnok társaim már ültek itt velem szemben a stúdióban, Jónyer István, Klampár Tibor már megtisztelt, de Takács János még a Taki nem volt itt soha, viszont most nagy szeretettel üdvözöllek itt, és nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethetünk egy jót, remélem egy jót fogunk beszélgetni, mert sok minden adósságom van, régen nem találkoztunk, és szeretnélek bemutatni az Újpesti Televízió nézőinek. Mehet? Persze, örülök neki, hogy meghívtál természetesen, és találkoztunk. Hát tavaly találkoztunk egy éve a BVSZ-nek az a jubileumi kerti partiján. Hát az olyan régen volt, hogy arra már ebben hát a korban én már nem emlékszem. Hát találkozunk rendszeresen évente egyszer. De... Taki, a helyzet az, hogy ez az Újpesti Televízió, és mindig azt szokták mondani, hogy mindenki újpesti, hiszen legalább egyszer már leszállt Újpest központba a metróról, vagy volt az újpesti piacon, vagy netalán a focipályán. Ez rád abszolút módon igaz. És azonnal megragadom azt az alkalmat, hogy a foci, hogy nem a pingpong, az majd később. A foci. Hát a foci nekem a nagy szerelmem. Gyorsan előre bocsátom, tehát beléptem a Fradi klubba, mert volt egy, már hazajöttem Svájcból, azt hiszem 3 év, volt az utolsó rangadó, a bajnokság egynőtője. És be akartam menni, kaptam jegyet. És akkor oda mentem, és azt mondom, uram, nem tud bemenni. Hát mondom, hát akkor elővettem a dumát. Hát de most repültem délelőtt Svájcból azért, hogy láthassam. Azt mondom, akkor nem tud bemenni. Hát jó, mondom, ezt nem hittem el. Szerencsém volt, ott volt egy főnök, aki tudod, így lehúzza az izéket, és ott van. Hát és akkor már tudod, elővettem nagyon ritkán. Hát mondom, és a bajnokot nem engedik be. Nem... Hát azt mindenki mondhatja, de hát mondom, én bajnok vagyok, meg pingpongbaj. És meghalotta, és odött azt mondja, pingpong? Ismered a pingpongosokat? Jónyer, Klampár, Gergely? Azt mondja, persze, mondom, én vagyok a Takács. Gyere csak oda hátra. Szép, és ennyit mond. Kezet nyújtott, azt mondja, érezd jól magad. És később meg beléptem a klubba, de... Ez semmi gond ezzel, hiszen itt, ha kedves nézők nem látják, itt minden zöld hátulról, ugye, mert a green boxba vagyunk, de azért mi újpestiek vagyunk, lila-fehérek vagyunk. Taki. Nekem Isten nyugosztalja, a törő a legjobb cimborám volt, mint neked is. Hát a BVSC-ben 74-ben, amikor oda költöztünk a pimpa, ott volt egy büfé, hát ott ismerge. Én azóta ismertem és istenítette meg minden, de hát szegény ő, látod, hát nem jól csinálta. Látod, nem kellett felhoznom törőt, mert én pontosan tudtam azt, hogy milyen barátok hát... voltatok és voltunk. Azonnal hoztad, és ezért próbáltam a labdarúgásról elugrani, de... Az csiripelik a verebek, hogy te tényleg jól fotballoztál. Hát gyerekkoromban, hát belvárosi gyerek vagyok, ismerete, de szegények voltunk, belvárosiak volt, és csak a Petőfi téren, és a mostani szervit a Martinelli térnek hívták, parkolóház volt, most megépít, új valami lett, épült, igen. És ott fölépít, ott fociszt, éjjel-nappal, suli vége, 2-kor már tatyó le, és hát most nagy hangú vagyok, nem nagy kép, mint Maradona úgy fociszt. A focit azt tudnánk a műsor végéig beszélgetni a fociról, de azért csak mégis arról van szó, hogy Klampár, Jónyer, Gergely, Takács, Krejsz Tibi, ez a világbajnok csapat. Minket aranycsapatnak neveznek, de szoktam volt mondani, sose lettünk volna aranycsapat, hogyha ti és a többiek, és Bercik Zoli az edzőnk nem lett volna, mert ti nagyon-nagyon sokat hozzátettetek ahhoz, hogy mi oda keveredjünk, ahova keveredtünk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a többiek nevében is, és nyugodtan, bármikor mondhatod azt, és mondd is, hogy te asztali tenisz világbajnok vagy. Nem a negyedik, ötödik embere a csapatnak, hanem te a világbajnoki csapatnak a tagja vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy ott voltál. Szívesen, bármikor, nektek meg köszönöm, hogy a dobogóra fölvezettetek. Nem emlékszel, amikor mentünk föl a dobogóra? Tudod, mentünk át a termen, és mentünk a dobogóra. Igen. És akkor ti álltatok hárma a hátuk, Krejsz, Bercik, és akkor hátra szól, azt mondja, Takács úr, hát világbajnok van. Hát Zoli, hát most kell abba hagyni a csúcson. Hát már így mentünk föl. Hát hihetetlen volt. De azért...
fantasztikus, mi a BVSC-ben is együtt játszottunk, ugye az egy kőhajítás innen Újpestről, Zugló. Arra emlékszem mindig, hogy a második, vagy talán első otthonunk volt a klub. Már akkor, amikor a Szőnyi útra jártunk. És ott is az az élet volt, amit én nagyon hiányolok a mai sportban, a klubokban. Mi együtt éltünk az atlétáktól kezdve mindenkivel. Jó a szilveszteri foci? Persze, hát mindig a vízilabdázókkal volt megdomány. Sőt, még játszottuk a jégkorong. Így van. Vagy a vízilabdázók, vagy a jégkorongban. Volt mindig véres csata. Volt, hogy hóba játszott, utána meg rock and roll az étterem. Ahogy kell mondani hát, ezt. Hát más az élet most már. Hát most már szigorúbb lett, meg mit tudom én, meg a modern élet lehet. Hogy... Taki, te azt el kell mondanunk a kedves nézőknek, hát kevesen tudják, hogy... évtizedekig külföldön éltél, ugye? Azt jól tudom, tehát akkor, amikor már lehetett elmenni, kimenni, játszani, sajnos nem a csúcsok csúcsán tudtunk kimenni, azt is el kell mondani, akkor te számomra, nem is meglepetés volt, hogy úgy eltűntél, minthogyha nem is léteztél volna. Hát ez hogy lehet? Hát kint éltem. Kimentem Németországba, 14 évet húztam. Bundesliga különböző osztály. Uh-huh. Nyilván Bundesliga egy 3 év, más harmadik lév is erős volt. És utána úgy mentem lefelé, és 2000-ig az úgy lement, és akkor 2000-ben a Neurot nevű csapatban játszottam Karlsruhe, és mondja, úgy hívták a főnököt Mozart. Mindig mondtam, Kugel, Mozart Kugel. Azt mondja, Taki, sajnos nincs ma annyi pénzünk, nem tudunk megtartani. És akkor mondom, jó, hazajöttem, és akkor otthon ülök, tudod, május 31-én zár Németországba az átél. Ja, nem, június 31, és június 27-én ott, vagy nem, május, nem, június 1-ig. Május 20-ig ülök otthon, 27-én. Hát csak nem kell hazajönnöm, hát akkor hát mondom, itthon fogok maradni. Erre fölhív egy ember Svájcból, egy Breuer Tibor nevű srác, aki azt mondja, figyelj, Breuer Tibor, Takács, én vagyok, azt mondja, te nincs kedved esetleg Svájcba jönni? Mondom, öreg, az északi sarkon is elmennék, csak neked. És így lettél svájci. És így lettem svájci, és a végén még 20 év. 19 évet nem volt. Tehát viszont egyet elfelejtettem, amikor itt a BVSC-ről volt szó. Azért mi egyszer nagyon oda tettük magunkat. BL döntő, ja, BEC döntő. Hát bocs, hát, hát már úgy is írták volna, leírták. Az, hogy ti világbajnokok lettetek, az szerintem a 20. század, az a 20. most 21. A legnagyobb sportet szerintem. Kínaiakat Ázsiába kétszer meghúzni, hát olyan se. Meg ahogy jól mondod, az aranycsapat, a futball, hát az... Na de hát az ezüst csapat, hát te mondtad a tévé, hogy lehet, hogy sokan megorolnak, kész. A BVSC-vel a Gergely Takács Nózicska csapat... Fogom a fejem, egy aránylag szerintem világbajnok csapat szintű, vagy világválog, Klampári Ónyer Kriston, aki még akkor kezdett már, jött föl, és... Hát 5-3-ra megkúsztuk őket. BEC döntő, kedves nézők, ami a BL volt. Teltház a sportcsarnokba, a régibe, a kövönül, hozzá kell tenni a másik oldalon, meg Tónai Vörösrobogó statisztika. Női tehát ilyen döntő. Volt akkor az azt. És akkor itt mi meg megkúsztuk 5-3-ra, és öreg, hát de mondom a csapat, hát világban. Nálam bevallom őszintén. Jó, azt hiszem, volt egy ilyen első játékos, a hármat húzott, Klampárt is meghúztat, nyilván, mert hát jó, bocsa, hármat nyert. Hát én a Pistát, tehát az a vereben volt a példaképem, hogy a Nózicska a Kristonnal, ha nem verem meg a Pistát 4-3-nál, nem tudjuk. Nem tudjuk, mi van, soha. De a lényeg az, hogy nem kell arra számolni, hogy mi lett volna. Hát azt mondja, BVSC, Lokomotív. Az annál leszekben benne van, hogy BVSC, Spartakus, soha, megdöntő. Megvan a kép, ahol állunk, láttad a Rózsás Peti, így, öreg, hát... Tehát csináljátok utána, hogy bárki volt ilyenkor. Na ugorjunk egy kicsit tovább. 19-20 évet voltál kint. A Svájcban? Igen. 33 összesen, hát 86-tól. Mondom, igen, hát mert 130 jó, éves vagy te is már. Igen. Tehát nem is ez, vagy decemberben voltál 68.
leszek 69-68. De akkor, akkor voltál 68? Persze. Szórakozol velem? Decemberben voltál 68. Bízd ide. Tehát nagyon-nagyon sokat éltél kint. Itthon vagy. Most. Nyugodtan elmondod, hogy élsz itthon? Hát tulajdonképpen jól élek. Kapok nyugdíjat Svájcból is. Tehát nem, most a számokat nem kell. Nem kell számokat mondani. Tehát nem olyan sok. Magyar, tehát kettőt kapod, de soha nem elég. Így van ez. Jó, ezt mindegy. Ismerjük. Különben meg, tehát én a BVSZ-nek fölajánlottam, hogy játszom ott a gyerekekkel ingyen és bérmentve a szeretett klubomba. És akkor lementem oda, játszogattam, a gyereket nem érdekelte a pingpong. Tehát tudta, hogy kivel játszik, mert de tudta, hogy bajnok. Meg igen. És akkor szóltam a Marsi Márton, a Marci barátom, meg a Jakab, meg a Molnár Krisztián volt, ők voltak, és mondom, hajlandó vagyok itt ingyen bérment, és mondom, de figyelj Marc, hát nem érdekli a gyereket a pingpong. Igen. Tehát nem... Nem érdekli. Jó, játszottam még egy, mondom, Marci, figyelj, hát ez nekem nem derogál, hát mondom, ezért minek? Hát mondom, mondok egy sztorit erre. Kint voltam Svájcban, és tudod, a Bercik Zolihoz egyszer hazajöttünk 2007 körül, Karsai Jónyán, lementünk hozzá Almádiba a nyaralóján, és mondom, Zoli, főnököztem is, nem? Meg tudod, engem urazott, míg azt kérdezed, hogy miért urazott. Azt mondja, mondom, főn, Zoli, hát kim vagyok Svájcban, fizetnek érte meg edzés a gyereket, de mondom, de semmi illúzió, mert nem érdekli a gyereket a pingpong. Takács úr, húzd be a lét. Én mondta ő, igen. Hát ő meg Japánban is, hát ami volt, hát a felkészültem, hát felkészülni, hát ilyen vegyes vágott, hát Genve az nem Svájc, hát ott van multikult, ott minden színű gyereknek, tehát ilyen nagy nemzeteknek, afrikai port. Te, ergo, ott te nem is edző voltál, azt kell mondani. Játékos edző, játékos. Tehát játszottam svájci harmadik liga. Aha. Az ott királykodtam, na, hát az na, első hát, ligában. Na, most mit kell megmagyarázni? Hát most persze, hát ott királykodtam még, hát megmondom, hát 2007-ben nyertem Európa bajnokságot az 50-ben, tudod, a veteránban. A veteránban. Az a legnehezebb. A 40-esek jobbak nyolc, csak ott az 50-ek csecsava, minden, akit el tudsz képzelni. Te figyelj, nem akarnak bántani. De, de, majd visszakapod. De, vagy, nem vagy. Tudod. Zrika az van. Hát ugye vagy. Hány éve ismerjük egymást? Hát 69. 60. Hát 69, mert mi 70. Na, mindegy, szóval csak tudod. Azt szoktam mondani, néhány kivétel van, aki azért indult el veterán VB-n, mert nagyon szeret pingpongozni, és jó eredményük is volt korábban. De a veterán VB-ket azoknak rendezik, akik soha semmilyen eredményt el nem értek. Persze, tehát ott rengeteg. Jól mondom az. Így van, igazad van, Gerő. Figyelj, ismeretlen katonától kaptam ki. Igen. Tehát ott vannak ilyen lett, oroszok, igen, annyi van. Igen. Nem volt a válogatott közelébe, de úgy meghúzott, hát a vége felé. Jó, jó, persze. Hát engem van egy gazdag barátom, aki a Massimo, aki visz engem. Oké, így... tehát a veterán is be, a veterán VB-t is behúztad. Hát világbajnok, hát, Európa bajnok. Nekem az nincs, látod? Na, soha nem késő. Vagy. Nem. Tehát, hogy élsz? Ja, tehát semmi nyugdíjamból élek, és hát mi van, hát a barátaimmal ott lemegyek a BVSZ-ig, azért lenézek, letekerek. Arról beszéltünk, hogy autóval nem tudok lemenni, tehát... Figyelj, Taki, hát én ismerlek annyira, és szerintem nyugodtan el fogod mondani, hogy tehát, jelen pillanatban autóba legfeljebb utasnak ülhetsz be. Nem. Még annak se? Csinos szexbombák fogják vezetni az autómat, azt mondtam, hát a jogsit azt elkérte a rendőr úr, nem tudom. Itt be is. Nem gyors hajtásért. Nem gyors hajtásért, elkérték, visszakaphatod hát, előbb-utóbb, nem? De azt mondják, most újat hallottam, mert tudod, egy év állítólag, hogy a vizsgára. Na. Na de azt mondja valaki, hogy fél év most. A helyzet az, hogy ez nem az a rendőrségi műsor, úgyhogy... Na jó, azt akkor jumping, szerintem, ugorjunk. Szerintem, figyelj ide. Úgyis van rajtad néhány kiló, na, nyugodtan hát, pattanjál föl a biciklire, és tekerjél. De most meg elvesztettem a kulcsot a lakásban, nem tudom elindítani. Vannak mondom, problémák. Mondom, tekerjél, nem az elektromos bicikliről beszélek. Hát, a teke, hát azt is tekerni kell? Persze, kettőt tekerek, az kimegy békás meg. Hát, mikor pingpongozunk legközelebb? Együtt, amikor egymással. Akkor boldogan, hát bár föl lehet-e lép. Állítólag most
asztali szövetség újítású. Igen, úgy hallottam, én nagyon reménykedem. Hát nyilván, és a Kreisz Tibi meg beválasztották az elnökségbe, elsőprő többséggel, és fölhívtam, gratuláltam, mondom, csak a játékosok érdekeit. És de nem, mi már nem vagyunk játékosok. Na jó, és azt mondom, és jövőre lesz 100 éves a szövetség. Igen. És az új elnök állítólag úgy utána olvastam, hogy megadjuk a módját, majd hát gondolom. Reménykedjünk abban, hogy a mi szeretett sportunk azért előrelép, ugye? Azt lehet hát, hogy részt látod, azért ott vagyunk, csak most nem az mondom, élen. Most mondom, én nem akarok most az élre kerülni. Nem érdekes, nyugodtan lehet, majd lehúzzák. Tehát nem az élre kell kerülni, hanem én azt gondolom, hogy vagyunk még annyira fiatalosak. Fiatalosak. Nem fiatalok, fiatalosak. Mi? Mi? Hát mi? Persze, hát én 70 éves, hogy kicsekszem a kormány. Hogy figyelj, azért meg lehet néha minket hallgatni. És ezt remélem, hogy az új elnökség ezt, hát, mert az elmúlt 20 évben nem nagyon hallgattak minket. Jó, tudod, én kinn is éltem, te itthon voltál, vagy a Pistoly, hát Pistoly volt ott. A Klompit úgy edzőpartnernek mindig, de hát jó, hát meg lehetne kérdezni mégis, hogy kell a pingpong, meg hogy kell készülni. Mindegy, figyelj, mi készülünk, mikor jössz le a terembe pingpongozni? Hát amikor akarod, meg? Hát én a BVSC-be lejárok. Tehát akarod bármikor. Hát szerintem, hát most nem vernélek meg. Meg hát figyelj, te voltál az a játékos, amivel dics, hát a fénykoromban, hát a Klompit háromszor Budapestben, na ezt azért hagyd mondjam le, nyugodtan kis fényezés. Hát tudod, vannak az irigyek, mert irigyek az emberek. És akkor mondja, hogy hát aki tartalék. Hát jó, a tartalék az olyan tartalék volt, hogy 78-as Budapest bajnokságon, a Jónyer Pistát 3-0-ra, mert azt szerettem meg, és a Klampi mindig zrikáltam, megvertem a dőt. Igen, mondom, igen. Nyerték 2 szettet. Mi te? Így van. Tehát ott van a dobogó, én, Klampi, te meg tudod, láttad azt, hogy gratulált. Abszolút. Hát mondom, de a bátyám mondta, hogy te ilyen dobogót nem hiszem, hogy valaki a világon csinál. De figyelj ide, de van valaki. Igen. Fejezd be, van valaki, jó, aki... Jó, hát egy király, most mit királykodsz? Hát az vagy, egy király mindig király. Nem, nem? Erről van, nem hát rólam de. Szól a műsor. Hát de. Tehát megbeszéltük azt, hogy pingpongozunk ezután. Amikor akarod. Csak és kizárólag akkor játszom, és akkor megyek le a terembe, hogyha csak utána kocintunk egy kis fröccsel. Hát előtte is most. Előtte nem, célzóvíz tilos. Emlékszel, fénykorunkban soha nem ittunk. Meccselőt soha, én egy sört se. De utána azért már volt. Megünnepeltük a győzelmet. Hát figyelj, de mi se vagyunk aszkéták. Hát... Tehát akkor ezt megbeszéltük. Egyetlen egy kérdésem maradt itt a végére. Sajnos a műsoridőnk az véges. Első résznek jó lesz. Hiányzik? Mi hiányzik az életedből, ha hiányzik valamit? Aki? Nem hiányzik senki. Tehát gyerekem nincs. Tehát rengeteg nő volt, barátnőm, együtt éltem, minden, de látták, hogy én a pingpongot féltettem, ezt hozzá kell tenni. Meg kimentem külföldre. Uh-huh. Tehát gyerek nincs, de hát most hallom, hogy a Al Pacino 92 évesen, Robert De Niro 83, hát és be se kell hűtenem ma. Ez a végszó, Taki. Hát, szaporodjon az ilyen tudású, szerencsé ember. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál. Gerő. Hát, köszönöm. Testvér, brada vagy, hogy mondja. Én köszönöm a lehetőséget is bármikor. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem önök is Snit ugyanolyan. Akkor ezt újra kezdem. Kedves nézőink, ennyi volt az Újpesti Sport erre a hétre. Remélem önök is legalább olyan jól szórakozták, érezték magukat, mint én. Lehet, hogy lesz ennek a beszélgetésnek folytatása. Kérem, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!